Elekes Zoltán, a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője elmondta, a rendezvény célja a szociális gazdaság területén dolgozó szakemberek együttműködési hálójának létrehozása, a Romániában érvényben levő szociális gazdaság törvényes hátterének megbeszélése, illetve európai példák bemutatása és megvitatása. A vezérigazgató mellett az esemény résztvevői Csép Andrea parlamenti képviselő és Márton István Hargita megye tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének igazgatója köszöntötte az esemény résztvevőit. A fórumon a szociális gazdaság törvényes háttere Romániában címmel tartott előadást Jánó Edit, a Hargita megyei munkaerő elosztó ügynökség munkatársa, aki kifejtette, még számos törvénymódosító javaslatra lenne szükség ezen a területen, ezért is örül, hogy a rendezvényen különböző döntéshozó testületek tagjai is részt vettek. Dana Verbál egy brüsszeli megközelítést mutatott be a vállalkozásokra vonatkozó uniós szakpolitikai keret címmel. Kiemelte, az Európai Bizottság szociális gazdaság témakörében 30 találkozó megszervezését kezdeményezte Európa szerte, amelyre Romániából kizárólag Hargita megye tanácsa jelentkezett. Szólát Tibor hajdunánás polgármestere a város jó példáját mutatta be Szociális Vállalkozás Hajdunánáson című előadásában. Igazából összegezni boldogszal nehéz egy ekkora programot. Én egy logikát tudok fölvázolni, az pedig az, hogy egy közösség várhatja azt, hogy majd valahonnan kívülről megoldják a saját problémáit, illetve van egy másik attitűd, egy másik hozzáállás, amikor azt mondja, hogy azt a rendelkezésre álló teret megpróbálja kihasználni, illetve próbálja szélesíteni. És tulajdonképpen egy másik nagy felismerés, hogy minden gazdaságfejlesztés egyben közösségfejlesztés is. És én azt gondolom, hogy ez egy általános probléma ma Európában, hogy a vidéki településekről az erőforrások azok áramlanak a nagyvárosok felé. És tulajdonképpen minden vidéki térségben az a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk a lakosságot helyben tartani, hogyan tudjuk a fiatalokat meggyőzni arról, hogy higgyenek abban, hogy van jövő abban az adott térségben. És én azt gondolom, hogy ezekre próbálunk mi hagyulánáson sokszor, és mások szerint innovatív, újszerű megoldásokat találni. Nem mindig mondom azt, hogy hatalmas sikerrel, de próbáljuk, és én azt gondolom, hogy a visszajelzésekből az összegezhető, hogy sokak szerint ezek olyan megoldások, amit lehet használni máshol is. Az előadásokat követően a résztvevők egy interaktív beszélgetés keretében fogalmazták meg igényeiket, tapasztalataikat és javaslataikat a szociális gazdaságot illetően. A felmerült kérdésekre Csép Andrea parlamenti képviselő válaszolt. A szociális vállalkozások, mi foglalkozunk és létezik a hétköznapi életben is. Ellenben Romániában nincsen meg még a jó kialakított módszere ennek, nincsen meg a jó kialakított kerete. Működőképesek, és igenis van rá kérés, tehát hogy van rá lehetőség, hogy a szociális gazdasági fejlesztések mentén is igazából felkarolódjanak pontosan azok a csoportok, akik a kirekesztettség veszélyével küzdködnek, azok a csoportok, akik ténylegesen nem volt lehetőség és nem tudták képezni magukat, azok a csoportok, akik például azok közé tartoznak, akiknek nehezebb volt az integráció és a visszaintegráció a társadalomba. Már a neve is mondja, hogy szociális az illető vállalkozás, de hogy az attól tud lenni, azért tud szociálissá válni, mert hogy nem csak kimondottan a profitorientáció van elsődleges szempontként kezelve, hanem azt mondja, hogy a nyerességének a 80%-át visszafekteti szociális ügyekre, amivel akár fenntart egy idős otthont, egy nappali foglalkoztató központot, az önkormányzatnak bizonyos szociális tevékenységeit támogatja, és mindezek mellett pedig olyan személyeket alkalmaz, akik ebben az úgynevezett érzékeny kategóriába tartoznak. Beszélhetünk itt, és nagyon nagy téma volt az, hogy mi történik a fiatalokkal, akik állami gondozási rendszerben nőnek fel. 18 éves koruk után kikerülnek a biztos környezetből, ami addig nekik biztonságot nyújtott a nagybetűs életben. És amennyire tudták, szakmailag felkészítették őket, vagy sem, ellenben ott van, hogy arra szorul, hogy muszáj munkahelyet keressen magának. Például ők is abba a kategóriába tartoznak, akit a szociális vállalatok tudnak alkalmazni, és ezáltal biztosítják a számarányot is. Odafigyelni egymásra, ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ténylegesen ez a gazdaságnak egy olyan része, ami a harmadik gazdaság, a szociális gazdaság, az egymásra való figyelés, a szolidaritás, az egymásért való felelősségvállalás. És én azt látom, hogy ebben nagyon nagy perspektíva van a közeljövőben, úgy ahogyan az előadásokon is elhangzott, az Európai Bizottság részéről is egy nagy nyitás van, és akár támogatási rendszer kidolgozása is, és igen, oda kell figyeljünk ezekre.
Hargita megye tanácsa partnerként részt vesz az NCE elnevezésű Európai Uniós projektben is, melynek fő célja létrehozni egy nemzetközi hálózatot a szociális integrálási vállalkozásokkal kapcsolatos tapasztalatok cseréje alkalmából. Emellett elősegíteni a szociális egyenlőtlenségek kiegyensúlyozásához, a munkanélküliség csökkentéséhez, a helyi közösségek számára nyújtott szolgáltatások minőségének javításához is.